Partneri konferenciát rendeztek a Semmelweis Egyetem Kanizsai Dorottya többcélú szakképző intézményében, ahol többek között egészségügyi témakörben tartottak előadásokat a szakmai munkatársak. A mai nap a partnerségi, az együttműködési, az edukációi. A mi iskolánk, a Semmelweis Egyetem Kanizsai Dorottya többcélú szakképző intézmény egy partneri konferenciát szervezett és rendezett, amire a partnerintézményeinket, együttműködő partnereinket, illetve civil szervezeteket is meghívtunk. Összesen 9 előadónk lesz, köztük a mi gyerekeink, akik részt vettek egy civil szervezet által szervezett Erasmus programban. Lengyelországban töltöttek 11 napot, de képviselteti magát a megyei Szent Lázár kórház igazgatósága, az ápolási igazgatója, a skill labor bemutatása is megtörténik, de a mi szakképzési igazgatóságunk intézménye is képviselteti magát a mai rendezvényen. Én úgy gondolom, hogy nagyon tartalmas napnak, délutánnak nézünk elébe, és remélem, hogy egy kicsit változik az együttműködés a partnereinkkel. Itt a mi további együttműködésünk a tét, és ezen fogunk munkálkodni. És hát kicsit bemutatjuk önmagunkat is. Az előadások Sárközi Zoltánné kiemelt szakképzési szakértő gondolataival kezdődtek, aki a szakképzési munkaszerződéssel kapcsolatos elvárásokról és tapasztalatokról beszélt. A tavalyi évben nagyon pozitív volt. Voltak azok a találkozások, amit itt a konferencián megejtettünk, és letettük az alapját ennek az új duális képzésnek. Igazából szerintem nem kell elmondanom, hogy ez a szakképzési munkaszerződés miről szól, csak más csak azért sem, mert teljesen más alvótarjánban, mint mondjuk Budapesten a Semmelweis Egyetemen. Ugye vannak a felnőtt, vagyis a nappal is tanulók, és vannak az esti is tanulóink, és hát a nyáron 3 hián 1000 tanulót kellett elhelyeznünk Budapesten, egy kis statisztika, ami azért bármilyen nagy a Semmelweis Egyetem, még így is súrolja azt a 10%-os dolgozói számot, amit ugye megenged a törvény, és azokat a nehézségeket, amiket ott tapasztalunk nap mint nap, itt Salgótarjánban nem léteznek. És ezt nagyon-nagyon szépen köszönöm azoknak a kollégáknak, akik fogadják a tanulóinkat a kórházban, vagy az összes többi társintézményben, mert valami hihetetlen módon megkönnyítik a munkánkat. Tényleg, hogy a szakmai beavatkozás az csak annyi, és ezt szerintem a kolléganő Nusi is megerősíti, hogy a budapesti elhelyezésekben kell beavatkozni, de szakmailag itt, Salgótarjánban nekünk szinte semmi dolgunk nincs. Diószegyné Rónai anyja, szakképzési referens, a klinikai gyakorlati képzés tapasztalatairól beszélt. Ami kötelező is ugye ahhoz, hogy a gyakorlatot egyáltalán megkezdjék a tanulók, bármelyik iskolánkról is van szó, egyértelműen ugye az első klinikai külső gyakorlatuk a 10. évfolyamban a sikeres ágazati vizsga megléte. A sikeres ágazati vizsgák nagyon nagy százalékban természetesen teljesültek. A felkészítés ezen ágazati vizsgákra csak demonstrációs termi körülmények között az iskola rendszeren belül a szaktanárok segítségével történik, és a vizsgák is nagyon nagy százalékban azon demonstrációs termekbe zajlanak, ahol a felkészítés is történik. Felnőtt képzésben ugye a 13. évfolyamban ugyanez a feltétel, hogy a sikeres ágazati vizsgán megfeleljenek. Alkalmassági vizsgálatot a Semmelweis Egyetem berkein belül kell, hogy történjen, ott meg kell felelniük labor és röntgen szempontjából is a feltételeknek, és utána ők megkapják az alkalmassági vizsgálati eredményüket, hogy mehetnek gyakorlatra. Ezen kívül pedig ugye a megfelelő oltottság az, ami elvárt a Semmelweis Egyetem klinikáin belül. A 3 oltás az, ami elfogadott ugye a rektor úr és a rektori rendeletek alapján, és hogyha ezeknek a tanulók megfeleltek, akkor természetesen megkötődik a szakképzési munkaszerződés nálunk a szakképzési igazgatóságon, és amit mi még pluszba beletettünk ezen elvárásokba, az pedig az orientációs megbeszélések és felmérések, amiket már elkezdünk 10. évfolyamba. Az orientáció alapján csoportokat alakítottunk ki, most a budapesti 3 iskola
tulajdonképpen ilyenkor egy relatív összefésülésre kerül, úgyhogy még a tanulók különböző iskolából ugyanazon a helyszínen tölthetik egy időben a gyakorlatot, így megismerik egymást is, úgyhogy a tantárgyi tematikát mindenképpen persze alapnak figyelembe kell vennünk, és a 14. ápolóknál tudtuk azt megvalósítani, tekintettel a PPT tág leírására tulajdonképpen, hogy hosszabb időre, akár olyan helyekre helyezzük őket, ami igazán a vágyuk volt, és ebben nagyon nagy partneri kapcsolatokat tudtunk a klinikákon belül kialakítani, azokon a helyeken is, ahol kötelezően nem kellene a tanulóknak gyakorlatot tölteni. A Szent Lázár megyei kórház rendelőintézeti és gondozói igazgatója Csikos Dóra a kórház killaborját mutatta be, illetve az ennek köszönhető új lehetőségeket a gyakorlati képzésben. Alapos tervezést és előkészítést követően a Szent Lázár megyei kórházban 250 négyzetméteren került kialakításra a killabor, ami mind az elméleti, mind a gyakorlati oktatásnak teret ad. A projekt során összesen 17 instruktor képződött, jelenleg 15-en dolgoznak intézményünkben, 8 főorvos és 7 fődiplomás ápoló, ebből 4 orvos és 3 diplomás ápoló képzése ebben az évben fejeződött be. Az instruktorok képzési módszertana, hogy először egy rövid elméleti részt oktatnak, majd ezt követően az adott tevékenységet az instruktor valós időben magyarázat nélkül bemutatja, a második lépésként az oktatott tevékenységet részekre bontja és minden részhez magyarázatot fűz, harmadik lépésként pedig kijelöl egy érdeklődő hallgatót, akit megkér, hogy instruálja őt a feladat elvégzésében, és negyedik lépésként pedig már a tanuló végzi az adott tevékenységet. A konferencia további részében többek között szó esett még a csecsemő és gyermekápoló képzésről, a pozitív pszichológiáról és pedagógiáról, valamint az online oktatás alternatíváiról is.